Tehát akkor kezdjük szevasztok. Előre. Szevasztok, üdv mindenkinek. Én vagyok a hátteki vagy. Így van. Jesus Christ. Egy tapasztalat volt, gyerekek. Figyelj, egyébként most ha már itt vagyunk, és már ez megtörtént, milyen gép ez, amin streameltek? Csak kíváncsi vagyok, hogy tudjuk, hogy ez tapasztalat. Hát mi csak úgy hívjuk, hogy javítható selejt. Ha majd egyszer eljössz hozzánk, akkor meglátod, hogy miért. Van rajta egy matrica ilyen felirattal mindkét oldalán. Most lehet, hogy az hozza rá a rontást. Még nem próbáltuk leszedni, félünk, hogy szétesik. Nem, egyébként tényleg... Hát egy Xenonos gép. Egy 2007-es Xeon Proci van benne, egy Intel az. E5450. És hát hozzá, az egy jó proci. És hozzá elvileg 8 GB RAM. A 8 GB RAM az lehet, hogy egy picit kevés, de a procinak, proci használja főként, az OBS hát a procit használja, ezért nem értem. A procit azt 49-50% körül használja csak az OBS, tehát azért nem értettük, hogy most itt mi a franc van. Bogitól is megkaptuk a pozitív visszajelzést, hogy most minden jó, mindenki látszik, hallatszik. Yeah. Sziasztok! Yeah. Szia Bogi! Hello. Szia Bogi! Ez a durva egyébként, hello Bogi, hogy nem értem. Tehát én a Xeon gépemen streameltem ugye, már most, hogy belőle ugrok egy kicsit a témába, azzal streameltem nagyjából 9 hónapon át. Tehát, hogy érted? És én 30 FPS-ben vagyok, most ezzel ne foglalkozzatok, lényeg, hogy legalább látszódunk, mert az lehet, úgy van. Hát amikor az előbb a 3-at nem tudtuk összehozni. Nagyon durva volt ez tipikusan olyan dolog volt, hogy az, mint amikor az OBS nem bír működni, mert nagyon, és ő meg nem írta nektek, hogy gond van. Tehát, nem bizony. Nem, és hát ugye tű a szénak az a baj, most na most mivel van a probléma? Az összképpen. De hát ugye mi is erről streamelünk már lassan, hát mióta? Hát ez 2015 vége van bent ez a gép itt a stúdióban. Hát igen, de úgy videostream meg minden azt tavaly augusztus tavaly. Csak eszükbe jön még egy kép, de hogy így megölte, ez nagyon beteg. Tehát ez... Na mindegy. Igen, na mindegy. Kezdjük újra. Kezdjük újra. Na, mivel ugye kollega nem feltétlenül ismeri a munkásságodat, csak amit úgy néha hébe-hóba mutogattam rólad, te mióta foglalkozol úgy Unplugged streameléssel? Az tavaly január 11. Tavaly január 11-én volt az első World of Tanks streamünk, így együtt a srácokkal, és az a gép egy Xeon, az a régi gépem. 24 giga RAM, DDR3, és volt benne egy 1080-as. De a procit használta, és bőven ment a stream azért, de jó, és még webcam is volt. Tehát, hogy elő volt ez fura. Úgyhogy ez tavaly január 11, igen. Ez történt. Az komoly, ez ennyire napra pontosan. Jó, hát erre emlékszik az ember ilyen. Most már talán én sem tudnám megmondani, hogy mióta arénázunk, főleg, hogy én később érkeztem a csapatba, de ez jó, hogy így számon tartod, és egyébként milyen jellegű játékokkal szoktál játszani, amiket közvetítesz? Minden. Tehát, hogy most én azt szokták mondani, hogy variety streamer, én az vagyok, tehát én nem egy bizonyos játékkal játszok, hanem általában mi az kedvem van. Tehát... És ugye ez... Épp ezért nincs menetrendem se. Tehát jöhet FPS-től kezdve az autós játékon, hát minden. Hát, ha autós nem is, az abban sose voltam, még annyira jó sem, mint a többibe, tehát nem az autós. Autós például nem is volt soha. Majd lehet, hogy most lesz a Crew 2, mert kaptam beta hozzáférést, úgyhogy majd az meg lesz nézve jól. De World of Tanks volt sokat eleinte, aztán nyilván PUBG volt, amit pörgettünk, sokat nyomtuk így együtt. Te személy szerint mit preferálsz jobban? Azokat a játékokat, amit multiplayerben lehet játszani, vagy azokat, amik mondjuk ilyen story-based single player? Én régen nagyon, tehát én az utóbbi 5-10 évben rengeteg, sokat játszottam, de sose single-lel szinte, mert én úgy voltam a single játékok, hogy játszom, és így meguntam, hogy egyedül vagyok. És ez a streamelés óta változott, mert így nem vagyok egyedül, ott vannak a nézők. És akkor ez így jó. Tehát, hogy így tudod, hogy beszélgetsz közben velük, meg reagálnak, meg minden, de én nagyon multis voltam azért, mert nekem a társaság az sokkal fontosabb volt szinte, hogy ott vannak a barátaim, együtt ökörködünk, röhögünk közben, dumálunk. Úgyhogy ez számomra mindig is a multi volt, és a streameléssel jött el az, hogy na, akkor szingölözzünk, mert alapvetően ez is multi, mert ott vannak a nézők, és akkor ez végül is nem unom meg úgy. Mert ha egyedül játszom, én megunom, ez van. Tök mindegy, milyen jó a játék. Ez teljesen jogos. Hát, igen, de az így egy egész másfajta multi, hogy interaktív módon csinálod, nem? Igen. Ez egy interaktív multi, még a single is, igen. Úgyhogy az, hogy én régen, mióta gémelek, az, ami általános iskola, 8., 7., 8. osztály, akkor ugye nyilván más volt, akkor nem volt annyi net, de és akkor többet single-öztem, de én szinte sose játszottam végig semmit. Tehát, hogy egyszerűen játszom, és akkor így...
és nézek valami más. Tehát nem volt bennem ez a végigjátszás kötelezettség érzése, hogy nekem ezt most végig kell játszanom. Mm-hmm. Most sincs, csak most úgy szívesen végigjátszottam egy több játékot is már, ami hozzám képest meglepő, mert hát nem szoktam. Nálam erre az egyik legjobb példa talán a GTA 5, mert ugye annak van single player ugye story módja, meg ugye rendesen az online. És az online-a sokkal többet játszottam, mint a story módot. Az egy ideig ment, tök jó volt, mászkáltam jobbra-balra, de persze. Onnantól kezdve inkább az érdekelt, hogy más haverokkal összeálljunk, és akkor csináljunk valamit úgy közösen. Persze, nekem mindig ez volt a játék élmény. Ott eleve ez is viszi előre a cselekményt, hogy együtt lehet ökörködni, meg hát miket megcsináltatok ti múltkor. Jó, hát... Hát abban lehet. Abba lehet. Nagy sikernek örvend az a része. Én a singlet végig szeretném játszani, múltkor el is kezdtem, jó, múltkor pár hónapja elkezdtem vele játszani, aztán azóta se, de majd szerintem majd is elő fog kerülni, azt is megpróbálom befejezni, úgymond. Jó, hát várjuk szeretettel. Én például a GTA 5-öt még nézni is szeretem, úgyhogy mások játszanak vele. Egyébként elég szórakoztató. Sőt, pontosabban úgy kezdődött az egész, hogy csak néztem róla mindenféle streamet, meg videókat, amik voltak online, és akkor egyszer csak úgy volt vele egy nagyon bánya faszom, most már csak azért is meg kell venni. Igen, és ugye én PC-re vettem, vagy nem, én PS4-re vettem meg, akkor még nem volt PC-n, úgyhogy a PC-sekkel van pár ismerősöm, a másik streamer, Poik is, meg a többi, ők PC-re megvették, tehát Noise is megvették. Nekem is PC-re van. Most velük nem tudtam játszani, mert nekem PS4-e van, nem, mint hogyha nagyon nagy matek lenne megvenni PC-re is, nekem a PS4-en van meg, mert akkor még csak azon volt, és akkor így megvettem, hogy elkezdtem vele játszani, de megint ott volt az, hogy egyedül játszottam vele, és így, és akkor így nem játszottam. Inkább átmentünk multizni valamit a jó barátokkal. Üdv egyébként, Dani, üdv mindenkinek. Mármint a csetet nézzük, csak úgy hello. Igen. És egyébként a közönség, akiknek közvetítesz, ők mennyire szokták befolyásolni a játékmenetet? Tehát mennyire tudnak úgymond belefolyni abba, ahogy te játszol? Hát azt tudni kell róla, hogy van egy sajátságos stílusom, és egy saját, én nem szeretem, ha mások mondják meg, hogy mit csináljak. Tehát, hogy ez... értettem, hogy például mennyire hatnak rád. Ott egy táska vedd fel. Ja, igen, hogy tényleg ott volt? Vagy mennyire adnak például ötleteket? Hát figyelj, olyan van, hogy valamit elakad az ember, és akkor mondjuk tényleg kérdez, hogy akkor most itt, és akkor reagálnak persze az emberek. A streamelésed azt látom, hogy ők nagyon szeretik megmondani mindig mindent, hogy mit csinálj. Ez mindenkire igaz, ez minden streamnél igaz, hogy ő nem tudom, náluk ez, tehát sok ember nem azért, én úgy látom, ez idő alatt erre jöttem, mert nem azért jár streamre, hogy nézze, hogy máshogy játszik, hanem ő mindenképp mondja meg neki, hogy neki mit kell csinálnia, vagy ő, hogy szerintem mit kell csinálni, tehát hogy neki ilyen közléskényszerekben vannak az emberek. Emberekből vannak, ez másképp nem mondható el. Hát igaz, mert hogyha olyan játszunk, ami interaktív, mert lesz olyan is, meg vannak olyan játékok is, amikor tényleg csinálhatná ezt, az persze az oké, de amikor tudod, én azért játszom valami, hogy megismerjem, és akkor oldalra nézek, így a csetre megy a oldalt, és akkor látom, hogy mindenki, van, aki megpróbálja megmondani, hogy ezt, és ezt, és ezt, és oda menj, és ezt csináld, és akkor így oké, de én ez engem nem érdekel, mert én azért játszom, hogy megismerjem ezt. Mennyire nehéz külön választani azt, aki próbál segíteni, mint az, aki próbál beleugatni? Tehát, hogyha mondjuk tényleg látszik, hogy valahol elakadsz, akkor most mi az, ami... Számomra, ez csúnyán hangzik, mind a kettő ugyanaz. Tehát nagyon többsége nem beleugatni akar, tényleg segíteni akar, de nekem nem kell, és ezt minden, már mindig az ilyen játékban nem tudom, hogy elakadtam, és már oda sem nézek a csetre, ne mondjad. Írják is. Nem érdekel, majd ha segítséget kérek, akkor szólok. És akkor ezt így mondani kell, na. Hát most de én nem... Mondjuk igen. Azért gondolom, hogy kell ez egy villámgyors szűrő, mert ugye egyik szöveddel játszol, a másikkal megpróbálod valamit követni. Nem, már érzem, így játszom, így koncentrálok, és hol lehet itt a megoldás? És abban a pillanatban mondom, de ne mondd el, mert majd én mindjárt... Már valaki ott vakarja a perifériádat a megoldással. Valami már érződik, de akik hozzám járnak egy idő után, már szerintem megszokták azt, hogy ne. Nem. Mindig mondom, nyiss egy WordPad-et, írd vele, nyomj egy Entert, ugyanaz az érzés. Ugyanaz az érzés. Te azt érezheted, hogy, de nem. És én meg nyugodt maradok. Ez tök jó, mi win-win. Te is jól jártál, én is. Tehát, hogy... Kérdezik ez közben ilyen. Tőlünk Bogi a cseten, hogy szoktál-e mobilon PUBG-t játszani? Nem, mert a mobilt én telefonálásra használom. Ez mondjuk ritka nézőpont manapság. Oké, én 39 éves vagyok, én onnan jövök, amikor a mobiltelefon meg micsoda? A telefon arra volt, hogy... Ezt nem mondtad komolyan. De annyi vagyok. Le a kalap. Én abban, nem tudom miért, de a kösz. Nem a középkorban vagyunk, amikor 35 évesen haltak az emberek azért. Hát nyilván. Nem, hanem, hogy én abban jövök, hogy mobiltelefon, de
Hello, szevasz, jövök, SMS, azt ennyi. Candy Crush-ozok néha telefonomon. Hát ez, de, meg kipróbáltam a Falloutnak az a mobi játékát egyszer-kétszer. Tehát, hogy én nem... Én ezt szétválasztom, én nem tudok mobilon lópzélni. Pont ez a problémám nekem is, és pedig tehát mindig mindenhol a szarok előtt nyomni kell valamit, ahelyett, hogy fölnézni, azt kinézni a világból, nem kell. Ja, hát nem igen, kell. Igen. Hát én úgy jövök ezzel. Generációnk, népünk, világunk betegsége 2018. Jó, hát én mondjuk kizárólag csak azért játszok a mobilos PUBG-vel, mert nincs vas, amin futna a PUBG. Én figyelj, senkit nem kárhoztatok, hajrá, tehát nincs ezzel gond, aki azzal játszik. Én nem játszom már gépen se a PUBG-vel, nem, hogy PC, vagy laptop. Igen, a viszonyotok egy kicsit hullámvölgyes. Ez a 600 óra, ez megviselt engem. Igen, itt lassan, itt nem is a 600 óra, az utolsó 150 szerintem. Ki is egészítettek, már lassan PC-n se. Igen, tehát igen, az utolsó 500, 150 óra volt, ami, mert hogy nem változik semmi. Nézőként is látványosan nem változik semmi, és minden más streamben is hasonló. Ez egy nagyon kurva, ez mindenkivel lehet. Van, aki egyébként, most bocs, gyorsan PUBG, vannak olyan játékosok, akik tudtak asszimilálódni a játékhoz. Elfogadják azt, hogy ha kiöntöd a pohárból a vizet, az fölfele fog esni. Rendben. Ő el tudja, én nem. Bocs. Tehát ugye komolyan, tehát amikor én is ismerek olyan, nálam sokkal rosszabb volt ilyen szemben, nem bírja elfogadni, hogyha valami nem úgy működik, ahogy annak normálisan kéne, és nem tud rajta túllendülni. Ezek az emberek, akik így, itt így kell lőni. Ja, akkor így csinálom, és akkor jó lesz. És ennyi, annyira irigylem emiatt, és ez ami az én saját ökörségem, hogy én ettől húzom föl magam. Meg nem attól, hogy béna vagyok, mert már csomó játékban is béna vagyok, nem húzom, az húzom föl magam, hogy amikor végre valamit jól csinál az ember, és tudja, hogy most tényleg ott volt, és nem történik meg. És akkor végképp idegbeteg, hogy most végre nem mellé lövök, ott van az a célkereszt rajta, és most se történik semmi. Tehát akkor most miért vagyok itt? és erre már viszonylag egy orvosolt pont a Ring of Elysium, amelyik már valamilyen szinten jobb, nem? Hát azért játszunk vele, azért van élményünk benne, azért van benne nyerés, vagy nem tudom. Egyszerűen jó, mert ott valami más van, ami miatt szórakozunk. Tehát egy játék, ez mindenki igaz, azért játszom valaki, mert játszik. Van, aki azért játszik vele, mert ebből él. Mármint nem úgy, hanem hogy mondjuk e-sport versenyző, és ő neki az jó úgy, hogy ez napi 10 órában nyomja, hajrá. Én még mindig azért szeretnék játszani, hogy jól érezzem magam. Az, hogy streamelek, és nyilván kvázi félállás, majdnem főállás már ez, az egy dolog, de akkor se fogok úgy játszani valamivel, hogy most nekem itt prónak kell lenni, mert akkor lehet nem jön be valaki, és mondja, hogy szar vagy. Szóval érted? Tehát, hogy nem... Persze. Élvezett. Tehát ezt mindenkinek mondom, mindenki azzal játszon, amit élvez. Persze ne rólam vegyenek példát, mert az a szarra csak szenvedek. Mármint, hogy hál' Istennek ma annyit nem. Néha, az egyébként ezt sokszor elmondtuk Noizzal, és megint elmondom, és bocs az ismétlésért, mi a PUBG-re azért haragszunk annyira, mert nagyon szeretjük. Mi azért haragszunk rá, és azért vagyunk ennyire kritikusak, és azért borulunk ki rajta, mert miközben mi rengeteg jót szórakoztunk rajta, és jól szórakozunk rajta, így kvázi a saját nem törődömségük, illetve nem átgondolt szervezés-tervezésük azt okozza, hogy így kvázi nem használhatatlan számunkra ez, és nem értjük miért, pedig kurva jó lenne. És ez a problémánk. Pedig imádjuk, csak egyszerűen nincs értelme. Tehát nem látjuk értelmét, hogy bemegyünk, és fél óra alatt megint valami olyan történik, hogy nem értjük, mi van. Igen. A futószimulátor, ahol egy headshot-tal kinyírnak. Tehát röviden összefoglalva. Arról nem is beszélve, ez a sok futás engem tényleg ez fáraszt el benne, hogy régen nem zavart, mert tudod, az izgatottság benned volt, hogy mi lesz. Viszont most, hogy tudom, az izgatottság, hogy olyan valaki, és így, aki napi 30 órát játszik, hogy így nem tudom. Tehát ott is kezdődik. Rengetegen játszák mi mindig, csak ugye állítólag van benne matchmaking, és mondjuk megnézi a rendszer az ilyen 600 órámat, és azt gondolja, hogy tudok játszani. Pedig nem. És olyan a közé tesz be, hogy így hülye. Ez nem. Hát tökéletes játék nem létezik, meg ez kicsit ugyanolyan, mint hogyha van egy telefonom, amit egyébként nagyon szeretek, de van benne valami olyan idegesítő dolog, ami a napi használat során alkalmatlanná teszi a használatra. Ez mindenre igaz. Írják is egyébként ezt, hogy nem bírják jól megcsinálni, de játszani meg szeretnek vele. Hát igazából szerintem a közelben megjelenő játékokra lesz majd ugye hatással, akik ugyanúgy próbálnak ilyen Battle Royale játékokat kihozni.
Én is kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek, de hogyha, tehát sokat tanulhattak, tehát borzasztó előnyük van olyan szempontból, hogy láthatták, hogy milyen a PUBG, és milyennek ne csináljuk meg a PUBG. Igen. És hogyha az a baj egyébként, hogy nagyon sok olyan probléma, ami szerintem nem oldana meg mindent, de technikailag alapvetés kéne, hogy legyen, az most sincs meg nagyobb fejlesztőknél. És tehát a Rainbow Six is 60 Hz-en fut. Tehát ami egyébként 48-9 átlagban, tehát az sem normális egy olyan sebességű játékhoz, ahol tized másodpercek, század másodpercek alatt történnek dolgok, és így nem tudod, hogy most vajon nála mi volt, meg nálad mi volt, nem az volt, ami, és akkor így állsz, és üvöltesz, én nem állok, hanem üvöltök idegbetege, hogy ez most mi volt, ez meg hát ott állok, és várom, hogy megjöjjön, és meghalok, és aztán így ott van. Most akkor miért? És akkor ezek azok a dolgok, hogy én tudom, hogy drága, tehát ez ugye hajlamosak vagyunk még ma is elmondani azt, hogy hát dehogy hogy miért adják ennyire a játékot, meg hogy miért nem lehet ezt azt megcsinálni, és tudatosítani kell azt végre, hogy ez nem máltai szeretett szolgálat, ez egy üzlet, dollármilliárdos üzlet. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy 120 Hz-es szerverpark fenntartása, most nem mondok semmi hülyeséget, mert nem tudom pontosan mennyi, de biztos, hogy jóval többe kerül, mint egy alap 60 Hz-es szerver fenntartása, ez nagyon sok pénz, és hoznak egy papírt, és így írnak le számokat, és azt látják, hogy hát figyelj is, ennyien játszak, akkor most akkor minek? De akkor mégiscsak jó, nem? Hát akkor, hát ezek emegették 30 millió a PUBG-t. Hát akkor most mit kéne még csinálni? Hülye. Szóval, hogy van ebbe egy ilyen, sajnos egy ilyen dolog, hogy így, hát ha így jó, akkor ennyien megvették, akkor most mit törjem magam? Itt a cseten egyébként azt fejtegetik, hogy ennek esetleg hardveres okai lehetnek, hogy ahogy Greg írja, a PS4 fix hardware, de a PC-k ugye abszolút változóak, tehát ebben nagyon, is lehet nagyon nehéz, igen. Én beszélgettem programozóval, nézőm közt is van, és nagyon jól elmondja azt, hogy olyan szintű a PS4-es rendszer, tehát mindenhol a PC-k ugyanolyanok lennének, akkor minden is ugyanolyan net lenne, akkor ugye számít a PC-t sebessége, hány FPS-en játszol, milyen interneted van, mekkora a pinged ezáltal, és a pinged, az FPS, ami a gépeden van, ez mind összefügg. Hányas hercen fut a sebessége az alapszervernek, és ez a három dolog így összeadódik, és egy totál katyvasz jön létre. Tehát nem azt mondom, hogy ez könnyű. Tehát csak az, hogy emelnék mondjuk egy szerver herc viszonylatát, akkor egy picivel már csökkennének azok az anomáliák, amik előfordulhatnak. De abban teljesen igaza van mindenkinek, hogy borzasztóan nehéz optimalizálni netkódot úgy, hogy totál káosz az egész világon az, hogy milyen sebességek vannak. Ahhoz, hogy minden faszán fusson, szinte minden városba kéne egy szerver. Minden játéknak. Most ez kicsit túlzás nyilván, de hiába van Európában három szervere valaminek, attól még az távolság, és ott lehetnek 10-20-30-as ping különbségek, és már van egy olyan csúszás. És persze, hogy számít. Főleg egy olyan játéknál, ahol század, meg ezred, meg tized másodpercek alatt így ennyi. És ennyi történik, és már három dolog történik a világ három különböző pontján, ami nyilván mondjuk Európán belül is akkor is különböző pontok, és nyilván ez a problémát okoz, és kurva nehéz egy ilyen kódot megírni, én ezt aláírom, csak vannak olyan változtatható tényezők, illetve változók, amin lehetne változtatni, csak nem történnek meg, mert egyrészt sokba kerül, másrészt ha minek csinál, meg így is megveszik. Hozzáállásra. Ez a része pedig az üzletet, tehát akkor valószínűleg ezt is valakinek el kell magyarázni a KH-tól kezdve. Ne, persze. Igazándiból ugye most a cég nem fogja azt belátni, hogy hát azért nem adtunk szervet, mert az 6 millió dollár lenne. Igaz, hogy kerestünk 178 millió, de 6 millió dollár. Az. Hogy adom be a boardnak? Ebből nem. Hogy adom be a boardnak? Ugye nyilván most ez egy eljátszott szituáció, hogy 6 millió. Teljesen életszerű. Megkérdezik, hogy miért? Hát mert úgy jobb élményt nyújtunk a játékosoknak. Na jó, de most is játszanak vele, nem? Igen. Akkor mehet, akkor miért kéne? És így nem értem. Ez a szomorú, igen. Hogy így, én legalábbis így gondolom. Nem biztos, hogy igazam van, ez fontos hozzátenni. Itt, csak így, itt hogy van így, az, amikor hát, az adott hát élmény és az üzlet elkülönül egymástól. Meg hogy megnézi a statisztikát, Steam statisztika, hülye vagy. 2,5 millió játszottak ma a PUBG-vel. Mi a baj? Hozzá se kell nyúlni. Mi a gond? Hát, hogy mi a baj? Hát semmi baj nincs, de nincs, de hát ott játszanak vele. Hát sadjál már, hülye vagy? Mert a számok nem hazudnak. Költsek el 6 millió dollárt új szerverek, normális vagy? Minek? Én ezt így képzelem el.
Őrült, és egyébként a gamerek meg a nyakukban, vagy a markukban vannak. Hát, hozzáteszem, hogy ez a, én úgy gondolom, hogy a gaming industry, ahol tart most, az miattunk van. Tehát az a fajta, úgyhogy ismerek fejlesztőket, és ő elmondja privátba, nyilván nem mond részleteket, mert neki is van titoktartás, hogy milyen agyrémek mennek a játékszoftver fejlesztésből olyan szinten, hogy a játékosok olyan szinten felgyorsultak, hogy ezután gyorsulnak a játékfejlesztők, ezáltal felgyorsult a gyártásidő, ezáltal sokkal kevesebb lehetőség van hibát szűrni, ezáltal sokkal nagyobb az a lista, ami ott marad a kezébe, amikor megnyomja a kiadás gombot, és tele van hibákkal, mert neki ezt ki kell adnia. Mert menni kell, mert a másik team már két játékot kihozott azóta, és te még mindig nem adtál ki egy játékot. És megvan ez a dolog, és ez egymást hergelik a játékosok. Én ezt látom. És az industriban dolgozó ember is azt mondja, hogy annyira nagy az elvárás, hogy na, és ezekre szoktam azt reagálni, hogy ugye megjön egy, tök mint egy milyen játék, amiben van mondjuk tiszta 40-50 óra játékidő, ami ez egy jó, az egy fasz a dolog, ami az én időmben rége, te hülyeské, 40-50 óra, és akkor ezt valaki 3 nap alatt letudja, és írja a kommentet, na, update, valami, content, mikor lesz? 3 nap alatt, miközben 1,5 évig fejlesztették azt a szart. Tehát, hogy én értem, hogy neki van igény erre, csak ugye ez egy, beindít egy olyan folyamatot az én meglátásom szerint, hogy azt látják, hogy bazd meg, már megint végigjátszott a gyerek, valamit nyomnunk kell, valami legyen. Mission Disc, ez az DLC, ez jó, nyomjunk DLC-t, ez az, figyelj, ez nem annyira, mind ad ki, bazd meg, mert menni kell. És ezt generálja ez a folyamat, én ezt látom. És vannak olyan cégek, mint például, aki ugye a Witcher-t is csinálta, a Red, mindig elfejtem a nevüket, mindegy, egy csak mondja, Red, mindegy, hogy ők azt mondták, hogy majd kiadjuk a játékot, a kész. Ezt menjetek a picsába. És ők így adnak ki játékot. Majd, ha kész lesz. Hát, és az is egy teheti meg ezt mindenki, én ezt megértem. Tehát igen. Ez a garázsfejlesztés stílus, amikor az Imperium Galaktikát annól csináltuk, 2,5 évig csinálták a srácok. Mert akkor nem volt ekkora, nem volt minden sarkon egy játékfejlesztő cég, egy indie fejlesztő cég, meg nem volt akkora popularitása, mint ma, és azt mondták, hogy van idő, ne rohanjunk. Hát kiadtak egy játékot fél egy évente, kiadtak 10 játékot, most mondtam egy kis számot. Ma kiadnak 400-at, vagy 500-at, hát és akkor így, és így kapkodod a fejedet, és akkor ugye így pörgeted, mi, és annyi játék van egyébként, amivel szerintem csomóan nem játszottunk, és rengeteg jó játék van. És nyilván előtérbe kerülnek olyan játékok is, amik ismertebbek. És mindenki azt nyomja, miközben van 80 másik ma, ami 1000-szer sokkal jobb játék. Bocs, hogy én itt pofázok, mondjátok. Csak nyugodtan. Azért vagy, ezért vagy itt. CD Projekt Red, igen, köszöntem. És egyébként ebből a szempontból nézve mennyire jó ötlet mondjuk egy játékot kiadni Early Access-be, amikor még viszonylag még kés sincs, viszont ugye vannak benne hibák, és akkor a hibák ellenére nem az, hogy kell, de tudsz vele játszani. Az Early Access ez egy nagyon jó üzleti modell volt, mert azért készült az Early Access, hogy figyeljetek srácok, van egy jó ötletünk, vagyunk ennyien, csináljuk meg, dobjuk ki, legyen egy kicsit Kickstarter projekt, látják, hogy fejlődik, és akkor ez egy ilyen közös community fejlesztés legyen. Ez egy jó dolog, csak amikor már azért jönnek létre early access-ek, hogy mindegy, húzzuk le, úgyse adjuk ki soha, ahogy azt meg is tapasztaltuk, sose adják ki a játékot, mindig early access marad, és ott van a lehetőség arra, hogy azt mondja, hogy ja, hát ez early access, ne várjál olyat, mint aki adott lenne. És ugye mindig van egy takarózható dolog, de maga az üzleti modell, illetve az egész tervezet, amit kitalálsz, szerintem tök jó. Jó dolog. Jöjjön ki egy játék, nézzük meg milyen, vizsgáljuk a community-t, hogy azt mondja, hogy ez jó, mi lenne, ha, és akkor így tudod, így együtt tudtok fejlődni. Ez egy kurva jó dolog, és van, ahol működött is, meg ahol figyelnek arra, hogy mit mondanak a játékosok, meg hogy. Csak ez is ugye, amit most Greg is írt az előbb, hogy ugyanez játszódik le a popszakmában, és régen kijött 2-3 évente egy lemez, most évente. Márha. Ugyanígy felpörög, márha, jó, de úgy fölpörög, tehát, hogy és ugye ott van a Cyberpunk, igen, amit a Redék csinálnak, 4 éve készül. És szerintem, én azt mondom, jövőre fog kijönni, majd most az E3-on kiderül, mert biztos ott lesznek, de ha 2020, azon se csodálkoznék. És mindannyian úgy vagyunk ezzel, nem tudok senki olyat, aki azt mondaná, hogy nem áll bazd meg, adjátok már ki, hanem mindenki azt mondja, hogy jó, mert tudjuk, milyen a Witcher 3. Tudjuk, milyen az a játék, igen. És pontosan tudjuk, hogy easy baby. Addig elpubgizgetünk, szétbaszódik az agyunk, aztán játszunk egy játékkal.
Igen, nekem a szimulátoros világ, autószimulátoros világból volt egy ilyen játékom, ami hát az R-faktorral rengeteget játszottunk, minden tök jó volt, és így elkezdték szivárogtatni, hogy jön második rész. És akkor abba gumimodell, hogy van megcsinálva minden, és hát tényleg már látod, hogy az egész szimulátor majdnem, hogy már autó. És egyszerűen sose akart megjelenni azt, amikor megjelent, már nem volt akkor a durranás. Nézd, azért ez nem véletlenül egy szakma. Uh-huh. Nem véletlenül van komoly sales, marketing, egy jó szoftverkiadó cél. Nagyon, nagyon durva dolgok vannak. Mondom, a barátom néha mesél dolgokat, hogy milyen összefüggések van, és hogy kell kiadni, és ez egy komoly szakma, hogy ezt hogy csináld. Ha egy fasza tervezeted van, és tudod, hogy mit, hogy csinálj, és akkor azt nyilván dinamikusan de változtatod, akkor az működhet. Csak sokszor van az, hogy figyelj, van ez, nyomjuk ki, látják a játékosok, hogy mennyire jó, és még adnak is pénzt rá, és akkor majd valami lesz. Na most ez az életre is igaz, ha nincs üzleti terved, akkor 70-80% hogy kudarcot fogsz vallani. Hát az nem megoldás, hogy hát az nem mondták, hogy ennyi egy cégnek a kiadásai. Miért? Nem volt leírva valahol? Vagy nem nézte utána? Tehát ez nem így működik, hogy ja, nekem ezt nem mondták. Ja, hát és most az... tehát mindennek nyilvánvalóan megvannak a szabályai, de sokan nem figyelnek erre oda. Early access a közösségi bookkeresés. Ezzel sincsen gond, mert hogyha egy közösség, na az hozzá, tehát én a Imperium Galactica a 2 alatt nagyon sokat teszteltem, tesztelési funkciókat végeztem. Manapság én nem tudom, hogy működik ez, de azt veszem észre, hogy sok esetben nincs teszt. Játszanak vele, és így kiadják, amit mondtatok is, hogy kiadják, és akkor jön a one day patch, mert akkor veszik észre, hogy mi történik, mert nem tudnak időt szánni arra, hogy egy olyan globális stressztesztnek tegyék egy-egy játékot alá, mert nem mindenhol van beta, meg close beta, meg close, meg open beta, mert azoknak az a feladata, hogy ezeket kiküszöböljék. Na most még ezt is ma is sokan fél, aki jött a beta, hú, ez ilyen szar, és akkor így nem érti meg, hogy te hülye, ez nem azért adták, hogy játszhass. Tehát, hogy értem én, hogy nyilván van mögötte marketing, de ez azért van, hogy lássák, hogy működik a rendszer úgy, hogyha mindenki nekiesik, mint disznónak a lórát. És igazából nem kell tesztelőket fizetni, tehát ezt valószínűleg erre találták ki. Ebbe is van ráció, amivel megint csak nincsen gond, mert iszonyat nagy tesztelési potenciál az, hogyha egy beta tesztet így megnyitnak mondjuk 3 millió ember. Meg ahogy fogalmaztál, tényleg a marketing értéke, ami igazán nagy, mert onnantól kezdve igen, jobb esetben rákattansz a fejlesztőnek a termékeire, és a többi, a többit tudja persze, mindenki. Persze. És mennyire látod fontosnak azt, hogy mondjuk néhány ilyen játékkiadó azt csinálja, hogy a nevesebb gamereket meghívja ugye kipróbálni egy-egy játékot, akár oda magukhoz, és akkor ők vajon mit látnak bele a játékba? Hát a marketing, mindig is marketing értéke volt az influencereknek. Mostanában az utóbbi egy-két évben nagyon durván. Tehát olyan szinten durván, hogy az valami megdöbbentő. Tehát ugye most felhozom példának ugye Ninját, ugye a Fortnite istenséget, akihez bejött ugye Drake játszani. És sokan azt mondták, hogy Ninjának volt ez reklám. Nem. Ez Drake-nek volt reklám. És ez a durva rész, hogy mindenki azt hitte, hogy Ninjat reklámozza, de nem. Tehát, hogy itt ez a durva, hogy itt nem az volt feltétlen, hogy itt most Ninjat kell reklámozni, hanem kitalálták Drake kiadói, hogy mi lenne, ha bemenne játszani, és ez mekkora marketing érték. És én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb marketing értéke volt ennek Drake-nek, mint Ninjának. Tehát, hogy ez a durva ebbe, hogy olyan szinten én úgy látom, úgy megemelkedett ezeknek a nagyobb influencereknek a hatása, hogy tényleg brutális. És igenis, ez egy új faktor a játékszoftveriparban az utóbbi x évben, hogy igenis, játszan egy Dr. Disrespect a játékommal, játszan egy Ninja a játékommal, egy Grimms, egy Shroud, mert ezek a nagy nevek. Sorolhatnám még, most nem akarok senkit megbántani, de értitek, mire gondolok. Tehát rengeteg nagy név. És akkor így előkerül ez, és így az meg azért ez, és olyan marketing értéke van, hogy az valami hihetetlen. És egy új oszlop került be, úgymond a marketing kiadások részbe, azok az influencerek, és hihetetlen, hogy mennyire élnek is vele, és kell is velük élnie, mert, hát igen, mert mondjuk... ebből élnek. Tehát a játékosokat így lehet behúzni, hogy a kedvenc streamerük játszik vele, és ez fontos. Persze, mert hát ugye emiatt alakulnak ki ezek a community-k, tehát hogyha mondjuk elkezdesz te egy játékkal játszani, akkor valószínűleg az, aki mondjuk veled szeretne ugyanúgy abban a játékban játszani, az ugyanúgy megveszi, csatlakozik hozzá, és
ezzel azért elég szép eladásokat is lehet produkálni, hogyha netán tenni. Hogyne. Hogyne, látványos. Figyelj, játsszál már a játékommal. Hát figyelik az, hogy adásban kapsz egy kódot, valaki kap egy kódot, és nézik azt, hogy aznap még egy 40-50 ezres streamer játszik valamivel, és figyelik, hogy közben mennyi eladás születik, az valami brutális. Tehát, hogy érezhető, és ők látják, ezt tudják mérni. Hogy az, hogy van egy másfél perces reklámspot a tévében, ami még mindig a világ legdrágább marketing kiadása, hogy tévében te megjelenhess, még mindig a legnagyobb másodperces, vagy félperces, nem is tudom, hogy mérik most ezt. Főleg, ha a szuper. Mindig az a legdrágább. De még az sem érhet, van, hogy az sem ér annyit, mint amennyit mondjuk egy streamer tud csinálni. Hát van egy reklámspot, az tök jó, de még mindig sokat többet. Sokkal életszerűbb az, hogyha egy húsvérembertől, akit egyébként követsz akár való életben, akár a játékmeneteit. Pont ezért, mert ugye a reklám az... Ettől influencer. Az adott, az ott van, azt vagy megnézed, vagy nem, vagy az arcodba tolják, vagy nem. Igen. Viszont, hogyha te követsz valakit, és az a valaki használ valamilyen terméket, sokkal, vagy játszik valamivel, sokkal hitelesebben fog hangzani az ő szájából, hogy ez meg ez jó, vagy ez meg ez ilyen, sokkal meg olyan. Sokkal hatást ér el szerintem. Ettől ugye befolyásolom. Meg célközönséget célozza meg. Egy tévébe anyukám is kapcsolgat tévét, vagy apukám is, nem fogja megvenni a Fortnite-ot. Érted? Vagy nem fogja lejátszani. Nem fog skint venni. A tévébe, aki nézi a Super Bowl-t, az pont lesz. Hát, hogy csomó olyan ember van ott, aki nem számít viszont egy streamernél, célzott gamer közösség van. Azok tényleg játszanak. És magától is, működik. Igen, igen. Igen, írja is Greg, hogy ő is miattad vette meg a PUBG-t, mert hogy milyen jó volt a stream. Na, ja, mert ugye, és akkor nyertünk két meccset egymás után. Ahogy bejött Greg, az egy emlékezetes stream. Látjátok, ezért van 600 óránk abban a játékban, mert ilyenekre emlékszem. Mert együtt elértünk olyanokat, hogy így hatalmas élmény volt, és röhögtünk, hogy mi az Isten van itt, miért nyertünk kettőt, most Greg, máskor is gyere, és röhög. És ezek az élmények, amik felejthetetlenek, és ezért van az, hogy csáj, nem lehet ezt a játékot rendesen megcsinálni. És ez van bennünk, hogy a franc egyen meg, hogy nem tudunk ilyen élményeket átélni, mert egyszerűen vagy bénák vagyunk. Hogy milyen jó lenne. De persze találunk más játékot, nem erről van szó. Csak ugye most visszajött ennek kapcsán, hogy igen, ezek olyan dolgok, amik miatt van bennünk. Én nem utálom a PUBG-t. Sokan ezt mondják, hogy az utálja a PUBG-t. Nem utálom a PUBG-t, imádom a PUBG-t. Imádom azokat, azt a 600 órát, imádom azt, amit létrehoztunk Janiékkal, amikor a kupát csináltuk, meg játszottunk, meg az élmények, amit átéltünk. Én rengeteg sokat mindent köszönhetek a PUBG-nak. A PUBG-nek köszönhettem a partnerségemet is, mert rengeteget játszottunk vele. És nem azért játszottam vele, mert partnerséget hozhatott, hanem mert élveztük, és jó volt. És akkor még elfogadtuk azokat a hibákat, amikben reménykedtünk naivan, hogy majd megváltozik, ami persze már akkor látható volt, hiszen hogy nem akkor fog, még akkor csak early access volt, tehát ott még volt remény, benne, hogy... Tudatosult bennünk, hogy itt alapvető problémák vannak a gyökereknél, és itt ez nem fog változni. És aki ma azt mondja, hogy ez változni fog, az mérhetetlenül naív, és valószínűleg benne van még az a hit, ami már belőlem elmúlt. Ez technológiai dolog, nem fog megváltozni. Az engine alkalmatlan arra, hogy jobb legyen, és ezt el kell fogadni. Aki nem fogadja el, és így játszik vele, és élvezi, tök jó. Nincs az a semmi gond, nyomjátok, pörgessétek. Akinek jól megy, pláne, mert mondom, ő asszimilálódott ahhoz, hogy olyan, amilyen, és ő azt. Én valószínűleg az a makacs ember vagy, típus vagyok, aki nem bír elszakadni attól, ami a problémát jelenti számára. Ez az én problémám, ez az én hibám, vagy nem tudom, hogy mondjam. El kéne fogadnom, hát, hogy olyan, amilyen, és úgy kéne élveznem, ahogy nem, van. Nem kell nem fogadni. Megy. Nem kell, semmit nem kell, csak úgy értem, hogyha akarok benne játszani. Igen. Na, megkoronáztam. Egy asztalvarugással is, jó. A gondolatot. És egyébként ugye Most mész majd az E3-ra, és van valami, amit úgy bejelentések szempontjából vársz? Vagy milyen játékok megjelenése az, ami talán egy kicsit kiugrasztana a bőrödből? Sose voltam, itt van, nagyon rég nem vagyok már olyan, hogy ezt nagyon várom. Hanem úgy tudom, hogy mindig jönnek, aztán majd amikor jön, akkor tényleg ez most jön. Az E3-ra megyek ki, itt van, azt mondom most már, hogy Los Angelesben, mert az E3 úgy gondolta, hogy nem vagyok érdemes arra, hogy belépjek a szentélyükbe, úgyhogy majd kívülről megnézem, illetve ez is hülyeség, mert tavaly is bementem. Csak nem tudom, és rengeteg olyan game van, ami nagyon fog érdekelni persze, csak én nem tudom, valahogy én nem tudom miért, ez nincs bennem ez az iszonyat hype, mint régen. És nem tudom miért. Nincs meg az, hanem így megjön, és akkor van hype. Amikor így megjön, és akkor nyomjuk, de egy előtte valahogy én nem tudom, nem hype-olódok mostanában annyira, és nem tudom miért.
Lehet azért, mert van helyette millió másik játék, amivel addig lehet ott kedni magam. Azzal, igen, és majd amikor jön, akkor ú, de jó, már itt van. És akkor úgy sok hype volt bennem, és lehet, hogy ez így elmúlt bennem. Én nem tudom, hogy változtam-e, mert biztos, hogy ugyanúgy várom ezeket a játékokat, tehát, hogy rengeteg olyan játék van, amit nagyon várok, egyet sem tudnék most mondani, de és például Red Dead Redemption 2-t is tökre várom. De nincs bennem az a hú, ha kimegyek, így megnézem, jól néz ki, és így tovább megyek. Tehát, hogy nincs bennem ez a hú, hogy lesz ez, mint lesz ez, hogy nyomjuk meg, de jó már, hogyha itt lenne. Sok minden érdekes, amikor megjön, akkor így előttem van, és akkor úgy élvezem. De úgy borzasztóan nem várok semmit, olyan, hogy hú, most ez milyen lesz. Sok mindent fognak állítok megmutatni majd E3-on, megnézzük. Aztán majd valami. ott egy mindig egy csiszolt, tehát hogy így ránézze, sorban nem állunk be, tavaly se álltunk be. Kérdezett próbálni a Destiny 2-t, meg itt tudom, és akkor volt a sor, hogy ott ülhettem volna két napot. Sétálgattunk, körülnéztünk, azt hiszem másfél órát voltam az E3-on. Ennyi. Ez volt a 10 napos. Tehát, hogy bementem, így körbejár, menő, pár felvétel. Tehát, hogy így persze jó dolog, csak így nem tudom, én megnéztem, és akkor tök jó, de nem az E3-ért megyek főként a Los Angeles-be, csak az egy nagyon jó indok, hogy megyünk az E3-ra. Hogy Los Angeles-be előkörködünk, meg elizélünk. Nyilván érdekelne mondjuk egy Sony-nak a de oda se kapunk be bocsátatást, azok is, az mondjuk ez pár nem, ez egy zártabb dolog, és ott jobban megválogatják. Nyilván egy Microsoft is érdekes lehet, de oda se tudok bemenni. Tavaly is túléltem, nem nagyon... elmentek a srácok, aztán megnézték Janiék, aztán elmesélték, hogy mi volt. De biztos egy nagyon nagy élmény, és nyilván majd lehet, hogy egyszer eljutok oda, ha nagy leszek, ha én leszek a YouTube nagy istensége, mert még mindig az számít, úgy tűnik. Mert hogyha van 100 000-es követésed, akkor automatikusan mehetsz mindenhova kb. Mármint az E3 ilyen. Tehát Twitch az nincs jelen. Ez egy nagyon nagy fájdalmam nekem, és ez egy nagyon zavaró. Pedig szerintem tényező. Ugye gaming szempontból a streamek most már magasan verik a gyártott tartalmat. Hát már egy jó ideje, és a YouTube kincs sincs az E3-on. Tehát semmilyen módon nem jelent meg már tavaly és sem. Mégis azt tavaly előtt se. Hát egy tickbox van, mint influencer, YouTuber. Pász. Nincs nagyon, hogy Twitch. Így be tudod nyomni egy YouTube-ra. És akkor megnézték, mi? 6700. Te ki vagy te? Hát nem tudom, senki. Ez ahogy tanár úr mondaná, hogy önerőmből lettem senki. Az addig megvan. Tehát, hogy így, ez egy fura dolog. Tehát az E3-ra már nem tudom mióta nem jár ki a YouTube. Mert magas ívből tesz a YouTube a gamerekre. Kirántott alulunk minden szintű talajt. De nem, van a tartalomgyártók, akik nem gamingek, és az annak ott helye van szerintük. De az, hogy az E3-ra a világ szinte legnagyobb, hát nem, a legnagyobb gaming összejövetelő expójára ki se teszi a lábát, úgyhogy a Twitch olyan nagy standal van középen, hogy nem tud nem észrevenni. Ezek után így, what? Hogy jön össze ez a dolog? Ők tudhassák. Ők a nagy tudósok. Charlie a nagy tudós. Csak meddig. Ellen a nagy tudós, Charlie az ő profétája. Persze, hát lehet, hogy ez majd megváltozik. Én gondolkodom rajta, hogy már csak így önmagamból és a partnerosztálynak írok egy e-mailt, hogy kezdj csókolom, én vagyok a hátteki vagy. Az hogy van, hogy itten a E3-nál így most ez hogy? Hogy miért? Tehát, hogy mondjon már valaki erre valamit, hogy ugyanírjatok már az E3-nak, hogy elnézést, ha már így ott vagyunk, nem lehet, hogy bekerül egy tickbox, hogy Twitch-es figyelembe veszitek? Mert ugye, akik kimennek nagy Twitcherek, azoknak van egy YouTube csatornája, mert ugye a nagy Twitchereknek egy YouTube csatornát összehozni, főleg Amerikában, a 100 000 az semmi, az pillanatokat összehozzák. Tehát, hogy, és ugye ők azt szerint mérik, és ugye Amerikában egy 100 000-es csatornát összehozni, tényleg sem. Már csak azzal is, hogyha az a streameket egy-egybe áttöltöd. Persze, tehát, hogy tényleg egy más kategória, más mérce van, amit értek én, csak azért egy rohadt Twitch-et akasszunk már bele azért. Tehát azért a nézettségeket, az vizsgáljuk már azt is, és nincs vizsgálva. És nyilván ez nekem egy fájdalom volt, ez a saját hülyeségem, ezzel senki nem kell foglalkoznia, hogy egy évig így építget valamit az ember, vagy másfél, és akkor ugye talán azt kapja, hogy hát te ki vagy. És akkor így, én nem mondtam, hogy engem istenként kezeljetek, de azért ne köpjetek már le, mert nincs YouTube csatornám, ez meg. Tehát, hogy ez olyan fura. Tehát, hogy olyan érdekes reakció volt az E3-ról, de hát ez van, ez semmi baj nincsen. Mondom, nagyon szépen néz ki egyébként a Convention Center kívülről is, nagy plakátok vannak.
majd megyek, sétálok, és eszek egy faszasztéket. Hát ez most ez kiülök a Venice Beach-re, és beszólok az izomgyúróknak, azt nagyon vele. Nem tudom. Tehát, hogy valami lesz. Tehát, hogy elfoglalom én magam Los Angelesben, nem kell aggódni. Tehát... Percig nem aggódtunk, hogy nem tud lekötni magam. De nyilván ez egy gaming ünnepként az, mert tényleg izgalom, meg mik a bejelentések, és akkor csomó olyan izét... bejelentést néztünk a tévében, ugye, vagy a streamet néztünk, hogy milyen bejelentések vannak. Persze ez egy nagy élmény, meg egy nagy dolog. De erre szoktam mondani, persze mindent megél, persze a Carnegie Hall-t megnézheted a YouTube-on is, de a Carnegie Hall-ba bemenni és így körülnézni, azért ez megint más, én tudom ezt, de minden fönn van az interneten, meg lehet nézni minden bejelentést. Az, hogy nem ülsz ott, az... De jobb a levegő ott. Igen. Az biztos, biztos. Van ingyen kajapia, igen. Nem hátrány, nem éljen halni. Igen. Azt mi szoktuk szeretni. Igen. Meg hát ugye alapból rendezvényeken is. Én legalábbis sokkal jobban szeretek ott lenni bárhol, akármilyen rendezvény, az, mint mondjuk megnézni a róla készült streamet. Persze, ez megtiszteltetés. Persze, ez megtiszteltetés, tehát szó se róla, hogy azt mondják, hogy na hát valaki, tehát ugye valahol egy elismerés nyilvánvaló. És lehet, hogy azért kezelem ezt érzékenyen, mert szó mondjuk is szarul esik, hogy így, hogy most tényleg, tehát ennyire nem fontos nektek a Twitch, akinek ott a standja. Furcsa egyébként, tényleg. Ahova egyébként úgy lehetett tavaly is bemenni, hogy Jani is oda ment, és mondta, hogy te partner vagy? Igen. Jó, te bejöhetsz. És csak a partnereket engedték be. Nekik egy ilyen külön standjuk volt, ahova csak partnerek mehettek be. Ja, ott volt PlayerUnknown is, amikor ugye Jani csinált vele közös képet. Ja, igen, a ominózus pólóban. Pocsinki. Azaz. Yeah. Amit neked köszönhetünk, ugye valaki nem tudná, Maniac barátom csinálta ezt meg. A képen a jobb oldali srác egyébként, ha valaki nem tudná, ő volt. Igen, tehát a kupán is a felajánlott póló az tőle származott, igen. Hát igen, néha jönnek ilyen kreatív hülyeötleteim aztán. Igen, az jó. Ugyanitt hurka eladó. Már kultikus lett. Ugyanitt hurka eladó plusz, igen. És egyébként a streamerés szempontjából te önmagad hogy képzeled el a következő, most nem akarok távlatokban nagyon elnyúlni, de mondjuk a következő egy-két évet, hogy mi változhat streamerés terén? Akár technikailag, platformilag? Tehát így magában az iparágban vagy szakterületen? Igen. Ugye mindenki mondja, hogy 4K, 4K, meg 8K, meg 600 FPS, meg minden. Kezdjük ott, hogy a Full HD-t se bírják még sokan lejátszani, úgyhogy technológiailag nem érzem azt, hogy bármilyen 2 vagy akár 4K-nak itt lenne az ideje, mert én elkezdhetek neked 4K-ba streamelni, talán a gépen bírná, nem is 2K, nem, elég, ha csak 1440-ben játszom, de még hogyha Full HD-t fölrakom 12.000-es bitrétre, amitől olyan a kép, hogy így, de jó, na azt se látnád, mert akadna. Tehát, hogy itt technológiailag van egy hátrány, amit csak azzal lehetne áthidalni, hogyha megjelenne az új X264 helyett az X265-ös kodek, ami sokkal brutálisabb, csak ezt is ki kéne adni, ez idő kell. Minőségbeli változások lehetnek, de ahhoz kodekváltásra lenne szükség technológiailag. Az X264 nem akarok hazudni. 10-20 éves? 15 éves? Tehát, hogy azért lenne mit vizsgálni. A YouTube-nak a kodekje például kurva jó. Tehát amit ott tudsz 4K-ba streamelni, és nem is fogok adni senkinek. Tehát, hogy nyilván kell hozzá szufla, de például a Twitch-nél a lejátszó egy nagyon nagy problémát okoz, én úgy látom. Tehát nagyon sokan panaszkodnak rá. Igen, nálam is sok a visszajelzés, dolog. Hogyha mondjuk valaki kicsit igen. Gyengébb nettel, vagy mondjuk kicsit gyengébb géppel próbálkozik, akkor nagyon sokszor van az, hogy tölt, és igen. Fontos, és ez a Twitch-nek technológiailag itt kéne változni. Teljes streamer technológiai változást nem tudok elképzelni, még nincs új kodek. És nem tudom, mikor akarnak valami újat kiadni. Lehet, én nem követem ezt, ez az igazság. Erre biztos tudnám mondani most Gige valamit, vagy Jani, aki jobban figyeli ezt. Nem tudom, hogy ez jelenleg hol áll, de már mindenki rebesgette már 2 éve is a 265-ös kodeket, ami még mindig nem került be sehova. Nem tudom, hogy fog-e ez változni. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi minőség kurva jó. Tehát azt beleszámolva, vagy a statisztikáimat nézve, milyen mennyiségű
mennyien vannak azok a nézők, akik mobilról néznek, ez teljesen irreleváns, hogy emeljük a minőségen. Egyébként igen. Rengetegen néznek mobilról, és ők aztán végképp nem fogják látni a különbséget, mert hogyha 480 már ott is kurva jól néz ki a telefonján. Két hete, három hete beszélgettünk valami egész hasonlóról, hogy ugye felhasználói oldalról sincs feltétlenül igény arra, hogy tovább növeljük az egekbe a felbontást. Pont a mi adásunk kapcsán mi 720p-ben streamelünk. Most ha mi adásunkat megnézik 720p-ben, az most még annyira nem igényeljük ezt full HD-ban csinálni. Meg lehet para is lenne, de ezt most tegyük félre. Hát amíg nem foglalkozunk mondjuk tényleg akár játéktartalommal, vagy bármi, ahogy igényeltebb lenne. Nem eszi annyira. Ezért csodálkozom, hogy most mi történt nálatok így a kezdéskor, hogy miért nem ment. Mert ha videót így streamelsz, az nem eszi annyira, mint mondjuk egy olyan játék, amiben nagy az FPS szám. Igen. Tehát, hát itt inkább ezért... a bitráta miatt igen, lehetnek azt... gondok, ha mondjuk túl van tolva teljesen indokolatlanul. Hát igen, most ti is felemelhetnétek 4-5-6 ezerre, nem tudom, változna a minőség természetesen, de nyilván ezek ilyen együtt változtató dolgok, tehát a fast, super fast, én médiumon tudom futtatni, és full HD-ban nyomom kis 7500-as bitréten, és úgy néz ki, hogy a nézők tudják nézni, tehát nincs gond, és én meg vagyok ezzel elégedve. Az egy teljesen jó online minőség. Igen, csak hogyha egy gyors játékot akarsz játszani, akkor a full HD-hoz a 12500 illik. Igen. Amit be tudok én nyomni. Aztán mondják a többiek, hogy jó képek ezek, csak videóért jöttek ide. Tehát, igen, igen, és hát játékot nem 30 FPS-sel játszunk. Vagy hát igen. Azok, egy beszélgetős műsorhoz röhögve elég. Ja, persze, persze, mert ugye itt nincs ugra-bugra, nincs izé, más jellegű, más a kodek, vagy más a jel, sok minden számít persze, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ilyen tekintetben, én úgy gondolom, hogy nincs szükség változásra. Technológiai változásra. Mondom, a kodekek javítására lenne szükség, mert mindenkinek jót tenne. Mindenki jobb minőséget kapna, de hát revolutionary lenne azért, hozzáteszem, mert brutálisak ezek a kodekek. Mondom, a YouTube kodeke is, olyan nem tudom egyébként annak milyen, szerintem az csak a YouTube és ő össze adja ki. Bár erről is hallottam, hogy annak a kodeknek is az is ki van adva valahogy, vagy ki meg lehet venni, vagy használni lehet. Én nem tudom, nem bírom, követem ezt. Van az a pénzemért korbás. Te, természetesen. Persze. De azt, valakit, az is állítok valamilyen szinten open. Tehát nem tudom pontosan, hogy van ez. A lényeg az az, hogy nyilván minőségbeli változás lenne, de igazándiból terhelés szempontjából. Tehát jobb, azt a jelenlegi jó minőséget sokkal többen tudnák nézni egy új kodekkel. Inkább ezt mondom. Uh-huh. Tehát, hogy aki most nem tudja nézni az én adásomat full HD-n maximálisan, az, hogyha bejön egy új kodek, ugyanazt tudná nézni vidámabban, mert mondjuk a lejátszó nem venni annyira igénybe az ő gépét vagy telefonját. Uh-huh. És akkor ez már is egy jobb dolog, és ez egy nagyon fontos dolog, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb jelenleg a streamben, lehet, hogy rosszul gondolom, de én ezt gondolom, hogy ez változzon. Minden más... Most mi az, amit nem kell, nem kell ide 4K, minek, ki játsza le? Mindenki, nem néz mindenki 4K-s tévét, meg minek, nem kell ide ez. Én pont a napokban gondolkoztam azon, hogy egyébként a maximális felbontásnak mi lehet majd a plafonja? Semmi, nincs plafon. Mert nincs nem, plafon, de megjelenítésben van határ. 8K-s tévé is van, de nincs az a gép, ami lejátsz. De 128K-ig is felmehetünk egyszer egy szép napon, csak minek? Én még egyelőre nem látom azt, hogy hol lehetne azt még ez úgy kihasználni. Ez olyan, mint a fotózásban, amikor annak idején a megapixel háború. Hogy, ez most 86, meg amikor az más. Tehát amikor ez most 12, ez most 14, ez most 16, oké. És te amikor lefotózod a kiskutyádat fölülről a kockapadlón, mert annyira nem tudsz fotózni, akkor azt a képet hova teszed ki, az meg a parlamentre húzod ki? Mind a 16 megapixelt, nyilván. Mind a 16 megapixeledet. Persze nyilván ez nem ennyire egyszerű, mert a megapixel a minőség a kisebb felbontáson is javul, én ezt értem. Számunkra szerencsére nem ilyen egyszerű. Fogalmazunk úgy. Igen. Valakinek el kell magyarázni. Hát, próbálják, de megy mindig. Ez ugyanaz, mint az FPS hajhászás, meg ez e-pénisz valahol. Neked hány FPS-en megy a cségó? Nem, mindegy. Tehát, megy. Ne haragudj, te Shroud vagy nem, akkor mi számít neked? Hát ez az a méregetés. Számít. Csak hogy így az ősember szintjéig visszatekerjük ezt a témást, nem más. Így van. Én értem, ezek innen jönnek, hogy te milyen beállításokon játszol. Én értem, hogy ez sok embernek fontos, csak irreleváns. Állíts be magadnak, hogy jó legyen. Nem attól fogsz jobban játszani, vagy kevésbé jobban, hogy nem azt állítod be. És egyébként számtalan ilyen terület nem van. Nem magamra gondolok. Mi
korábban, meg azért mostanában is foglalkozunk zenekészítéssel, a producerek és a producer palánták között pontosan ugyanez a kommunikáció zajlik le. Te milyen programot használsz? Milyen beépülőd? Neked megvan az a hangszín? Pontosan ugyanez. Persze. Más szakkifejezéseket, de ugyanaz. Most Greg mondtad, milyen gitárod van? Hát ez Fender Stratocaster lófasz aláírva, azt, hogy tudsz gitározni? Nem. Hát akkor mi a érdekel, hogy milyen gitárod van? Nagyjából ez. Tehát, hogy érted, egy Jimi Hendrix szerintem eljátszott volna a Tesco-s gitáron is olyat, hogy így lehugyozod magad. Tehát nem ezen múlik. A profizmusnál nyilván vehetsz red kamerát vlogoláshoz, csak minek? Egyrészt nem bírod el, másrészt minek? Tehát nem az a szint, ez ugyanez. Tehát, hogy azzal kéne foglalkozni, hogy tudsz-e gitározni, vagy... Hát van az a szint, amikor több a pénz, mint az ész. Igen. Pedig. Igen. De ebből fordítva élek. Lenne idlomos. Nagy cégek nem ebből élnek, mert ugye a Canonnál volt mindig is ez téma, hogy a Canon az nem a nagy 1D-s meg a óriás DSLR-ekből él, hanem a kis szappantartókból. Mert az fogy jobban, tehát nem a zászlós hajókból élnek. Tehát a zászlós hajók azért jöhetnek létre, mert a kis szappantartókból sokat vesznek. Tehát ugye ez ugyanúgy megvan. Igen. Ja, Greg, tudnék erről mesélni. Hát persze, tudom, hát sejtem, hát ő zenél is, tehát zenélt sokat együttesben, tehát ő tudja ezeket a dolgokat. Igen. Igen, Osis Project. Milyen videókártyád van? Igen, ez egy fontos kérdés. Ja. Őrület. Szólásmondás. Igen. Csak emberekkel ne kezdjen az ember. Igen. Nehéz egy kicsit, hogy streamelsz. Igen. Nem, de nagyon aranyosak az emberek, kedvesek, rendesek, hülyék meg mindenhol máshol is vannak. Tehát minden másra ott a ban. Minden másra ott a ban. Fáorfa test eredeti piköpök és balkezes. Balkezes zsenitől. Igen. Na, hát itt már egy kicsit túlhúztuk az időt, de a kezdeti... Hát, de csúsztunk. A kezdeti nehézségek árán. Én számoltam, hogy akkor csúszunk, hát most ezzel nincsen gond. Szerintem nagyon jól csináltuk, egy remek beszélgetést tudhatunk magunk mögött. Igen, meg szépen lassan utadra eresztünk. Mi az, amit a csatornádon ma streamelni fogsz? Vagy még? Lehet, hogy most hajózok egy kicsit. Most ezek egy kicsit, mert egyik nézőm, aki regisztrálta a linkemen keresztül, elérte a tier 6-ot, bejelentette, mondta Twitteren, hogy és ott a kis pipa, úgyhogy kapok 3 millió kreditet, és teljes halott, dől a lóvé. Hát gyerekek, így veszem a lakásokat, érted? World of Warships, kreditből, érted? Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit ír ki. Úgyhogy a kedves Atemil, aki szintén itt van, ő érte el a 6-ost, és ez innen is gratulálok, ő az első. Ezért majd sorsolunk neki valami chocolate snailt, vagy nem tudom, hogy kakaós tekercs lesz ajándékba. Ő érte el először a 49 darab emberből, aki regisztrált a linkemen keresztül a tier 6-ot, és ezzel megkapom állítólag azokat a in-game goodikat, amiket felsoroltak, úgyhogy kíváncsian várom, hogy... És sajnos, ugye ezt mennyienek mondom, elfelejtettem azt a rohadt versenyt, nem tettem ki a videót, úgyhogy csináltál egy 90 másodperces kis összevágást, és totál elfelejtettem, úgyhogy lemaradtam sajnos a Warships-es sztoriról. Ez van. Se baj, lesz másik. De egyébként nézze meg mindenki, biztos vannak érdekes 90-szekes, mert ez egy verseny, és azt hiszem szavazni lehet meg minden, és akkor egy elég durva gépet lehet nyerni annak, aki... Fú, hát megnéztem róla a képet, mondom, az igen. Az de már... nagyon szép, mert ugye az egész ház is úgy lett megcsinálva. Egy abszolút custom ház, úgyhogy, és benne egy 1080-as, meg X-credit, meg game, meg minden van benne, úgyhogy igen, a 3 milliót Venezuelába kérem utalni. Lehet kokóval fizetni? Nem, hagyjuk. Nem érdekes. Én csak így tudok most. És kapsz babahintőport. Havik mennek, te jó ég. Hát a hülyeség, hála Istennek. Hála Istennek. Ez a lényeg. Ne vegyünk túl komolyan semmit, ami néha nem megy. Mi játszol vele, ha annyira komolyan veszed? .hu. Ugye jönnek a néha, de hála Istennek már elszoktak tőlem, néha egy-kettő megjelenik, de valahogy már úgy hála jöjjének leszoktak rólam, úgyhogy most nem én vagyok a sláger, aki ezt be kell járkálni, beszólni, meg nem is tudnak, mert nagy része már banolva van, de mindig jön egy-kettő, aki újra generálja. De hála jöjjének lekopogom, a nálam a értelmes, jó arc, nagyon kedves, rendes emberek járnak. Reméljük ez így is van, és ennek a száma is nőni fog, és akkor... Úgy legyen, magunk sem kívánhatnánk szebben. Na, hát köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönjük mindenkinek, aki követte a kis csevejünket ebben az elmúlt, hát most már mondhatom, hogy egy órában. Egy óra plusz műszaki
Hát ismerkedtünk a rendszerrel, de ez egy jó tapasztalatot. Most már ugye mi is akarunk egy hasonló, egy valamilyen talkshow-t csinálni majd, így a gamerekkel, pár, két srácsal, kipróbálni, hogy milyen ez, meg beszélgetni egy kicsit, és most már ez egy jó tapasztalat, hogy ez a Discord, ez itt valamiért huncutkodik, de mondom, ez most egy fura volt. Igen, de fura volt ez a gép. Lehet, hogy itt is a kodekhez van köze, mert egyébként itt, amióta elkezdtük, teljesen egyenletes a jelfolyam. Én nem tudom, a Discord mit csinált. Tehát én fel se fogom, hogy ez most, hogy tudta így lefogni a gépet, tehát, hogy nagyon sokan ugye gaming mellé használják, és ott se ugrasztja szét a házat. Hát egyelőre nem tudunk tovább találgatni, minden esetre most megoldottuk, igen. És ez nagyon jól sikerült. Igen. Úgyhogy srácok, ti mikor szoktatok egyébként ilyeneket csinálni? Minden péntekenként? Mi egyébként péntekenként vagyunk 6 órai kezdettel, általában talkshow-t csinálunk 6 órától 7 óráig, vagy ameddig sikerül, és a hónap utolsó péntekén pedig zenélgetünk egy keveset. Aztán ez így rugalmasan alakul, egy picit még ilyen nyílt forráskódú az egész. Hogyha majd egy-két játékban is lehet, hogy bele tudunk nyalni, de ez majd még a jövő kérdése. A jövő zenéje. A távoli jövő halkzenéje, szoktuk mondani. Így van. Hát akkor kitartás nektek, és akkor hát majd jövünk, meg gyertek srácok, nézzétek, halljátok őket, aztán majd beszélünk, és köszönöm még. Köszönjük szépen a támogatást ezúton is, és köszönjük, hogy figyelemmel követtetek bennünket. Az elmúlt egy órában tehát Dreddel cseveréztünk gyakorlatilag mindenféléről. Így van. Egy kis integetés. Mi pedig most egy kicsikét átállunk, fölépítjük a DJ pultot. És... így igaz, és utána 8 órai kezdettel belevágunk a Soundon a DJ showba. Valahogy úgy. Úgyhogy akinek van kedve netán a hajókázás alá a zenei aláfestést, nyugodtan indíthatja a YouTube-unkat is mellé. Aki pedig nem hajókázik, az nézhet is bennünket az élő webkamerás képen, youtube.com/soundarena. Így van. Az mondja neked jó süllyesztést. Azt. Megsüllyedem szépen. Boka süllyedésem is lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük. A legjobbakat. Ciao. Na, tehát ahogy most mondtuk is, 8 órai kezdettel indul a Sound Arena DJ Show, amit a youtube.com/soundarena lehet követni. Mindenkinek köszönjük az elmúlt egy órában tanúsított megtisztelő figyelmét és a rengeteg hozzászólást. Azoknak meg pláne, akik az előtte lévő fél órát is végigbírták, mert az tényleg... És remélem úgy gondoltátok, hogy megérte várni, mert egy nagyon jó beszélgetést tudhatunk magunk mögött. Mi most egy gyors technikai átállást... Köszönjük. Illetve mindenkinek, aki közben a Twitch csatornánkat bekövette, most itt ennek a fejetlenségnek köszönhetően pont nem látjuk azt az ablakot, amivel vissza tudnánk nézni, hogy ki mindenki. De mindenkinek pontosan ugyanannyira hálásak vagyunk érte. Így van, úgyhogy egy rövid átállást még jöttök, majd próbálunk intézni más-más beszélgető partnereket is hébe és hóba, aztán meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy... így van, illetőleg vendég DJ-ket, akik már ma este során is megfogják magukat, illetve zenei repertoárjukat mutatni, tehát 8 órai kezdettel Sound Arena DJ Show a youtube.com/soundarenán. Addig is ne menjetek messzire, legyetek jók! Sziasztok! Ja, várjál, itt még vissza a Lacik a másik. Jaj, gyönyörű. La. Na, köszönjük, hogy itt vettetek.